Én meg felvettem valahogy Edina Jackie. Ez mind? Ott a csecs, kap be fújjad. Itt kell fújni. Igen, menj már innen. Ez nem olyan masszív, mint a másik, nem tudok megkidőlni. Mert a szarul fújtad fel. Hány fokos ez a víz? Oh! El akarom mártani a kezem, de nem tudom, mert nincs itt a törcsi. Én belerakom. Nem tudom, miért voltunk ennyire pinák, most már kurva, jó? Most már jó. Ma most már látszik a bimbi. Jó, nem fejre alsókat elfogyottunk be. Válkomozott Aldis vízli. Jaj, úgy élvezem én. 24 fokos a víz. Tudod, mit csinálunk a jó kis medencébe? Kértünk tőletek jó kis strandos sztorikat, vagy legalábbis valami nyári vizes történeteket. Úgyhogy most azok közül fogunk mazsolázni egyrészt. Másrészt meg, akkor nyissuk mi ezzel a sort. Neked van valami ikonikus strandélményed? Hát ikonikusnak nem mondható, de rossz élmény, nem jó. Valami pozitív nincsen? Igazából szerintem úgy így szerintem nincsen. A negatív van csak. Jó veled beszélgetni. Tudni kell, hogy nem tudok úszni. Ja, hát így értem már, miért nincs olyan sok strandélményed. És kitaláltam azt viszonylag részegen, hogy hát van egy matrac, és a tófülünk közepén van egy stég. Szépen be is mentünk, szépen kiültem, napozgattam, elvoltam, na akkor menjünk visszafele. Hát rá kellett ülnök a matracra, megcsúsztam a matracon, és én az összes végtagommal, ujjammal belekapaszkodtam a stégnek a lábaiba, és a körmöm alá, mind a 10 körmöm alá, meg a lábam, a láb körmömből is ki kellett szedni az altáteste. Ki is józanodtam azon másodpercen. Don't drink and swim. Igen, tanulság ebből, tényleg, hogyha nem tudsz úszni, akkor még matracra se szálljál fel. Elviszi a hátteret a szél! Hát hülyén hangzik, de nekem a legmonumentálisabb, ami mai napig szintén egyébként így a tófürdőn volt. Ez a látóképi tófürdő Debrecen közelébe, ami most már amúgy nem is üzemel. Nem emlékszem már milyen időben indultunk el, de nagyon-nagyon beborult nap közepére. Olyannyira, hogy ki is fütyültek mindenkit kb. A vízből, mert olyan fellegek jöttek, hogy csuhaj. Le is szakadt az ég, mint az állat, én meg bent voltam a stégen. És én ezt olyan szinten megéltem, hogy egyedül az egész strandon, ott a víz közepén, a stégnek a közepén kiterültem ilyen Patrick pózba, és csak szakadt rám az eső, és úgy voltam vele, hogy ennél vízesebb úgy se lehetek, és imádtam. És villámlott is meg minden, mondjuk így belegondolva elég veszélyes az. Úgyhogy bennem mai napig ezért a legjobban. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én nagyon bírom a strandot, és nagyon vízes ember vagyok. Valamiért ez ragadt meg. De ha legalább elé csapott volna a villám, akkor nem tudnál elmesélni. Nekem is adsz egy a sernyő? Igen. Trend segge az interneten. Wow! De oda tettem. Vannak neked ilyen strandos fotó, vagy videó, ilyen archívanyag, tök mindegy privát, ne, családi nyaralás, akkor semmi, soha életedben nem készült egy rohadt fénykép, amikor te vízbe vagy. Az előző, bocsánat. Most olyan fotókat meg videókat fogok bevágni, úgy döntöttem, így full random. Na nézzük a strandos sztorikat! Neveket direkt nem mondunk, mert van közte egy-két ilyen kínos jellegű sztori is, úgyhogy nem tudom, hogy ki örülne, meg ki nem, hogyha kínos? Beolvasnánk. Na várj! Még egy. Van még egy. Amikor itt a nagy erdőn, a régi nagy erdőn. Igen. Jöttem lefelé a csúszdán. Igen. És félúton megálltam. Ja, mert akkor még dagadt voltál. Egyik nap kint feküdtem a kertben, napozó ágyban zenéket hallgatva. Fogadjunk, úgy elaludt. Majd úgy elaludtam, huá! Hogy az újatlan pólóm rám égett a napon. Azóta regenerálódok, end of story. Csak a karod égett le, az annyira szerintem nem veszélyes. Mint hogyha egy egész felső test leég. Csak az gázabb mondjuk, mert azt nehéz korrigálni, tehát ott igen, egész hát nyárra látszik, ott tessék, maradt ott neked van. A kamion, aztán onnantól kezd a vége. Nemrég az úszómedencében úszóedzést tartottak pár sávban, amik le voltak zárva. Ezzel az volt a probléma, hogy mindkét oldalon ez volt. Szóval konkrétan nem lehetett középről eljutni a létrákhoz, mert rásípoltak.
Az viszont gáz. Ez a normál 2,5 méteres, vagy 2 méteres medence. Igen, az úszó medence. És az idős néni, aki középen úszott, ki akart menni, és nem jutott a létrához. Amúgy az nénike még túszkálott. Gyógy 2 óra, tessék meg. Amúgy az is gusztustalan, amikor így bemész így a termálvízbe, azt így mész, hogy vannak ilyen bőrdarabok, meg ilyen komplett öreg asszony tudsz belőle összerakni. Áj, az nem bőrdarab, nagyon sokáig én is azt hittem, hogy bőrdarab, de az maga a gyógy növénynek a maszatjai. Aha, maga az öreg asszony. Nagyon sokáig én is azt hittem, hogy amit a dörögek tudod így ledörzsölnek mellkasról, és akkor az úszkál a vízbe, azt így... És abból én ittam így kortyokat is, nem szándékosan, hanem véletlen bement. Ha van közöttünk medencész, aki ezt el tudja nekünk mondani, hogy ez kompletten hogy van, azt azért meghallgatnám így kommentbe. Amúgy tudod, mi csesz fel? Kimész egy strandra, kifizeted a teljes áru belépőt, és bizonyos részei le vannak zárva, vagy nem üzemel egy medence, vagy le van valahol engedve a víz. Oké, én ezt elfogadom, de akkor mondjuk legyen az, hogy nem a teljes árat fizessen már ki. A régi strandon a hullámmedencével volt mindig, ez soha nem üzemelt, viszont ugyanannyit fizettél, mint amikor hétvégén üzemelt. Egyik nap elmentem haverjaimmal fürdeni a Balatonba. Minden szép és jó volt, fürödtünk, hűltünk, amilyen fiús programok voltak. Persze Balatonnál voltak csajok is, és be akartunk vágódni. Na de. Amikor egyik haverom elment átöltözni, akkor odajöttek a csajok hozzánk. A másik haverom odament az öltözőhöz, és beszólt, hogy itt vannak a csajok. Az a hülye pólóba kirohant, semmi nem volt alul rajta, és odaüvöltötte hozzánk, hogy én is kérek a pitából. Azzal a lendülettel, aki a Balatonon volt, már nem volt ott. Egy őszinte szókimondó fiú lehet. Na akkor emlékszel most egy ilyen sztorira, emlékszel, mikor lementünk Tiszatóra? És akkor ott volt 5 csaj. És akkor ott kinéztük, hogy nice, 4-en vagyunk, és akkor 5 csaj van, és akkor Norbi így megszólal. Én bevállalok 2-t. Egyik ismerősömhez átmentem, mert grilleztek és meghívtak, volt medence. Elmentem átöltözni, és bejött haverom nővére. Én is kérek a p***ába. Igen, bejött. Ugyanis olyat játszottak, hogy bekötött szemmel meg kell keresni a másikat. Én seggpucéron ott állok és imádkozom, hogy ne taperoljon le. Várjál, most bekötött szemmel megtalálja az ajtót, és helyekre megy be a nő, ahol amúgy keresni valója sincsen, mert kint játszanak az udvaron. Jó, megforgatták szerencsétlent, igen. Na hát igen, a seggemet úgy megfogta, amennyire csak lehet. Az bezzeg megtalálja, érted? Nem volt bekötve annak a szeme, hidd el nekem. Igen? Gyorsan kifutottam, persze úszógatyában, aztán amikor medencéztünk, itt jön a sztori, fontos kulcseleme és az egész lényege, oda jött és a fülembe súgta, hogy jó a segged. És rácsapott egyet. Nem volt annak bekötve a szem. Nem, hát szerintem sem. Ez egy igen, elég kitapétázott jel volt. Igen. Hogy DTF. A barátnőmmel mentünk strandra, és ő elment nézni a csúszdákat. Én meg a víz alatt próbáltam követni, de az úszó szemüvegembe víz ment, szóval orvosoltam a problémát. Majd odaúsztam, és gondoltam biztos értékelni, ha megfognám a fenekét. Tehát így cselekedtem, viszont ő nem a barátnőm volt, hanem egy anyuka. Így leesett, hogy nem csak a barátnőmnek van fekete bikinije. De rád jó anyuka volt. Hogy... Hát, hogyha összetévesztette a barátnője fenekével, akkor én arra büszke lennék. Vagy barátnőt kéne cserélni. Életem sprintjét tettem meg ezután a víz alatt, és végül megtaláltam a barátnőm, aki fehér bikini volt a bin. De ez persze ő azóta se tudja. Már most már igen. Marci, tudod. De rád ezután az anyuka is keresi. Érted? Ja, hogy hú, de jó, megmarkolta valaki a fenekemet a strandon, apjuk! A családdal elmentünk a Sóstó-hegyi strandra. Sokat úszkáltunk és ettünk, majd az unokatesóm azt találta ki, hogy menjünk be az úszómedencébe. Ekkor gondoltam, ugrok egy szaltót a vízbe, mert ajaj, miért ne? Ajaj, igen. Nos hát, rosszul ugrottam, olyat csattant a hátam a vízen, hogy már a víz alatt zokogni kezdtem a fájdalom miatt. Miután feljöttem a víz alól, azt vettem észre, hogy a fél strand engem néz és halkan kuncog. Különben ez egyébként nem ciki, mert én azt vettem észre, hogy ezt mindig szeretik az emberek, mindig megtapsolják, mindig röhögnek, sőt kifejezetten azt értékelik, hogyha mondjuk egy szándékos hasast vág. 2 éves panokkal kimentünk a városunkhoz közeli tófürdőre strandolni. Volt minden, ami kell, hideg sör, lángos úszkálás és hesszelés. És ez alatt észrevettünk 2 idős úriembert, olyan jól kezdődött, akik már 10 perce a mellkasig érő vízben kimeredve állnak, mint valami szobor, és meg sem mozdulnak. Ajaj. Bunkó fiatalok módjára nevettünk rajtuk, mert tényleg baromi vicces volt az egész. Még hogy 5 percig álltak ott, aztán elmentek. Ahogy azonban arra fele úsztunk, az egyik spanom arra lett figyelmes, hogy egy méteres darab csapódik neki a mellkasának. Ó, nem, ez nem hiszem el. Még lehet, hogy faág. Nem hiszem el.
Egyszer elmentem egy csúszdaparkba. Lecsúsztam a lehető legkanyargósabban, és hát úgy voltam vele, hogy most kell egy szaftosat fingani. Nem áll! És hát a levegővel együtt jött a... Na, ne. Így kerül bele a medencébe. Mondom már, aki utána jön. Azt csúsznál, látod, hogy már ott van előtted a fekvőrendőr. Tudod, mint a filmekben, amikor a vér így rád kenődik. És az a baj, hogy az árt ilyen túb csúszdákban megfelelő mindent hallasz. Azt így áll a következő, azt ennyit hallasz. Annó a barátnőmmel elmentünk az akvaparkba, ahol nagyon király csúszdák vannak. Volt ott egy hatalmas csúszda, amiről nem mertem lecsúszni, de a barátnőm megvesztegetett egy hatalmas jégkásával, szóval belementem. Hát persze, igen. Igen, jégkása, igen. Fogtam egy úszógumit és felbatyogtam a lépcsőn. Letettem, leültem rá, vártam, hogy mehessek. Amikor intett a csávó, hogy mehetek, akkor jó nagy erővel meglökött a barátnőm, és rohadt gyorsan elkezdtem csúszni. Majd a felénél kiestem az úszógumiból, ujjan nekem is volt, a csőbe. Bukfenceztem hátra meg mindent, király volt. Végül nem úgy érkeztem, hogy kellett volna, hanem bele fejjel a vízbe, amivel nem lett volna baj, ha nem jön le rólam a melltartó. Mi? Én azt hittem, egy csávó meg a barátnője. Barátnőmmel ott van. Hát de azt hittem, hogy én vagyok meg a barátnő. Értem. Jó, oké, most pedig itt most előtt kocsa. Igen, igen. Most jó azt mondani, igen, tényleg a melltartó, igen. Olyan erővel kijössz a csúszdából, hogy belebuckázol a vízbe, és lerobban rólad a melltartó. Nice. Igen, igen, igen. Aztán néztem, hogy miért néz mindenki meg nevet, aztán láttam, hogy egy kicsivel mellettem lebeg a vízen a melltartó. Rémámaim közé tartozik, hogy egyszer úgy lecsúszni valahol, hogy így leszakad róla a gatya. Vagy csak egy golyó így kipüccsent. Egyszer nekem is volt egy hasonló élményem, mármint nem saját, hanem valaki látta, más. Őt láttad pont. De az nem az volt, hogy leesett róla az egész, hanem tudod, így levitte a sodrát. 2 évvel ezelőtt végszörföztünk a Balatonon, a barátom talált egy kulcsot a vízben, azt mondta, valamelyik faszkalap elhagyta a kulcsát. Majd visszadobta a Balaton kellős közepébe. Amikor hazadobtam, nem találta a kulcsát. Igen. Ennyi a sztori. Látod, a karma egyből körbeér. 2018. Egy nap családdal mentünk le fürdőbe, mit sem sejtve, hogy beleütközünk egy random pencbe. Azóta is ez a legszebb emlék, főleg, hogy megzavarhattuk, amikor csak kikapcsolódni akart volna. Azt a képet le. Van egy kép is, igen. Volt még egy pár hasonló emberkő, aki megtalál strandon. Sőt, pont a legutóbbi alkalommal, pont az ugráló részen, van egy ilyen kis párkány. Én oda szoktam elrakni a cuccomat, mert ott nem fújja le a szél. És most is nyúltam volna be oda, és láttam, hogy ott már van szemüveg, meg tán törölköző, nem tudom. Kifoglalta el a helyemet. És akkor pont kocog utánam egy kis csaj. Teszed le a cuccot, te parasz! És láttam rajta, hogy meg volt ijedve, mintha az ő cuccát akarnám elrámolni. Mondom, nem, én csak berakok dolgokat. Ez is szarú jött ki. Jó, és igen. Akkor odaadtam neki mindent, mert ő már úgy is megy, és igen. Akkor tök jó minden, és mielőtt még elment volna, visszafordult, és azt mondta, hogy amúgy szeretem a videóitokat. Mindenre számítottam, csak erre nem. Már kezdtem volna kimagyarázni magamból, hogy nem vagyok tolvaj, és akkor az utolsó pillanatban még kapok egy ilyet, hogy igen, ő is egy nézőnk volt, úgyhogy innen is puszilunk mindenkit, akivel összefutunk a strandon is, meg bárhol máshol. Figyelj már, süpped ez a medence. Bele akarom mártani a fejemet. Köszönjük szépen a szaftos sztorikat. Mindenkinek kellemes nyaralást kívánunk továbbra is. Sziasztok! Sziasztok!